Sziasztok fiúk, lányok! Ma varázsolni fogunk Jaina Proudmoore kisasszonnyal a Heroes of the Stormban, és az elmúlt napokban ővele játszogattam lévén, hogy ő az egyik kioltató ingyenes hős, és az első talentem rögtön a Winter Reach lesz, amivel megnövelem az Frostból, tehát így a jéglövetemnek a hatósugarát. Hát Jaina egy DPS, ráadásul egy ilyen jó mágushoz méltó AOE-sebb DPS kaszt. Jó, mindjárt megy oda az AOE. Szépen én hátra megyek. De nem kéne így feltornyosulni. Ja, Istenem már. És hát szerintem nem is húzom tovább a szót, nézzük rögtön így a képességeit a drágának. Hoppá, bele a jégviharba. Jó, azért nem szeretnék meghalni, köszönöm. Az első képességünk a Frostbolt. Jó, egy trall mínusz az ellenfél csapatából. Ami hát lényegében egy egyenes vonalban előre megküldött jéglövet, és hát hogyha becsapódik, az fáj. És ráadásul rak egy fagyasztó debuffot így az ellenfelünkre, amivel egy kicsit lassabban fog közlekedni, ráadásul, hogyha legközelebb sebzünk rajta, amíg ez a pár másodperces kis debuff rajta van, akkor még nagyobbat sebeznek a képességeink rajta. A következő képességünk a Blizzard vagy jégeső, ami nevéhez méltóan hát jégzuhataggal örvendezteti meg az ellenfeleket egy kisebb területen, és kettő darab ilyen jégfuvallat érkezik. Később, ha úgy dönt az ember, akkor talentelhető, hogy három legyen ebből, illetve még ez tovább erősíthető természetesen számos különféle módon. De alapesetben kettője jégfuvallat, és ráadásul ezek is felrakják egymásra ezt a fagyasztó debuffot, és akkor ez azt jelenti, hogy a következő jégfuvallat az már sokkal nagyobbat sebez. A harmadik képességünk ez a Cone of Cold, ami hát lényegében egy ilyen tölcsér alakban maga elé egy ilyen fagyos fuvallatot küld, és hát ez is ugyanúgy felrakja ezt a debuffot. És végül a passzív képességünk ez a Frostbite, ami hát azt csinálja, hogy minden egyes képességünk felrakja ezt a fagyasztó hát varázslatot az ellenfelekre, ami hát lassítja őket. Másrészt, közben meg már lőnek minket, miközben itt magyarázok, nem baj. Ami azt csinálja, hogy lassítja őket, és a következő skillünk, amit használunk rajta, az valahány százalékkal, ha jót, igen, 50%-kal többet sebez az ellenfelekbe. Úgyhogy lényegében annyi lesz a teendőnk, hogy folyamatosan hát így fagyasszuk az ellenfeleket, és akkor az első támadás után a többi már sokkal nagyobbat fog sebezni. Hát mondanom sem kell, hogy akkor ebből kifolyólag Jaina egy nagyon jó kis DPS hős, tehát elsősorban a sebzés lesz a fő feladatunk, illetve hát itt tömegoszlatásra sem utolsó, ugye a legtöbb képessége az területre hat, úgyhogy igazán effektív. Na, a következő az, én a Snowstormot szoktam kirakni, aminek a segítségével egy nagyobb területet lát be a jégesőm, és ezáltal potenciálisan meg tudok állítani még akár nagyobb lény ostromokat is. Jó, hát akkor kapjanak ezek is, meg ti is. Látjátok, és akkor egyből ilyen kritikál sebzések vannak, pörögnek. Honnan jöttek a tollak? Ja, lehet, hogy a sapkájukból az orjázsoknak. Na jó, mi is akkor itt szedjük össze magunkat, mert a másik csapat, miközben én itt magyarázok, eléggé ostrom alá vette itt a várunkat. Na jó, ló hátra föl. Én tök jó, olyan féloldalasan lovagol egyébként, nem tudom, látjátok-e. A pacin. Jó, mondjuk ez a mérkőzés így alapvetően, amikor így bemutatok először egy hőst, nem arról szól, hogy én mennyire skilles vagyok, hanem általában arról... na most megkaptam. Jó, kösz a healt, jó, ez most itt jó kör volt. Jó, én szerintem hátra megyek, mert jobb a békesség és némi életerő. Egyébként sokan kérdeztétek, hogy mikor mutatom be az új pályát és Keltaszt. Hát majd akkor, hogyha Keltasz elérhető lesz, illetve az új pályáról meg sikerül egy meccset felvennem, mert totál random mindig, hogy melyik pályáról tudunk közvetítést csinálni, vagy hát, hogy melyik pályát kapjuk meg így a mérkőzésekhez. Hát sajnos az új pókos pályát így
kétszer vagy háromszor láttam eddig életem során, úgyhogy majd lesz az is, meg hát lesznek még itt valószínűleg még pályák, úgyhogy ami késik, nem múlik. Az meg úgy nagyon tré lenne, hogyha tényleg ilyen custom game-et csinálnék. Tehát sokkal izgalmasabb, hogyha azért van valamennyi tétje a dolognak, nem? Na, közben a következő talentem. Hát, én ezt az Ice Flare-t rakom be, ami így redukálja a visszatöltődését a Cone of Cold-nak, ami alapvetően egy nagyon jó kis talent. Ó, nézd már! Jó, troll kapott a fejére. Gyerünk. Na nézd már! Megölték? Jó, nem ölték meg a sámánunkat, hála Istennek, viszont elszedtek két érmét. Jó, viszont megint kezdődik ott a buli. Jó, itt van Rekgár, úgyhogy jó lenne, ha most így össze tudnánk fogni, így az érmékért. Jó. Kicsit len vagyunk HP ügyileg, és ott már jönnek. Ó, tűzzünk innen gyorsan el a retekbe. Jó, itt összefutunk akkor ETC-vel. Hoppá, hatalmas nagy harcok bontakoznak ki, én pedig akkor, jó, sikerült elkergetni a többieket. Jó, hagyadjam le. Hát ezt nem hiszem el, rohadjon meg. Jó, nehogy leüssél, jó, ez az, jó, kicsit hátra. Kéne segítség a TTC-nek, mert az ott nem lesz túl jó. Jó, legalább leadja Rekgár itt a dolgait. Nekem meg még nem töltődött vissza a jégeső, gyorsan vissza. Jó, menjünk el gyógyulni. Vagy Rekgár, kezdjél velünk valamit. Jesszus Isten, hát ez nem lesz így jó. Jó, menjünk vissza. Fel kell gyógyulni. Kicsit összeszedjük magunkat, aztán visszajövünk. De hova megy ez? Jesszus. Jó, most már egy nagyobb biztonságban érzem magam, hogy egy kis HP-t magamra applikáltam. Jó, ki kéne kapni a hőseiket, vagy felgyógyulni, vagy valami történjen. Jó, itt van közben a barbár kisasszony. Jó, ott a minionoknak megállt parancsok, de akkor itt már a második tornyunkat fogják leamortizálni, aminek én nem túlságosan örülök. Jó, mennek erre. Ajaj, menekülj. Jó, Rekgárt nem kell félteni. Hála Istennek itt megy le, oké, és itt szerintem haza tud futni. Viszont a másik csapat most már megint teljes létszámmal kim van a csatamezőn, úgyhogy itt valószínűleg tartom, hogy lesz egy csúnyább csapat ütközet. Jó, most ezt így jól ellőttem, semmire. Jó, csak nehogy becsaljon minket, jó, vissza. Így szégyen a futás, de hasznos. Jó, én itt maradok szépen az őrmester mellett. Jó, oda szépen egy Aue. Ez az, jó, egy Jaina minusz. Itt van a szuperképesség. Na, és a végső hősi képesség az egyik egy nagyon nagy rúnakört rak le, ami így fagyaszt maga körül, a másik pedig idéz egy vízelementált, úgyhogy itt mindenféle lehetőségünk vannak. Én most a rúnakör mellett döntök, mert itt úgy tűnik, hogy a csapat összetűzések dominálnak, és ott azért a vízelementál nem olyan effektív, mint mondjuk egy ilyen jó kis területlezárós rúnakör. Jól van, akkor szerintem én itt maradok, és megpróbálom leadni végre. Nem, Rekgár leadta, jó, akkor kezdődhet a buli. Na most itt próbáljunk meg együtt maradni. Jó. Oda is, jó, egy Jaina. Ahogy látom, a másik Jaina is ezt rakta ki. Jó, innen elhúzunk. Közben itt Aoe hátán mindenki Aoe-zik, jesszusom. Jó, oda is, mindenki kapjon itt, fagyi, akármi, menjünk, azt a nem jóját. És ráadásul itt a tankok is ahóéznek, mint a vadállat ebben a felperzselt föltek talenttel. Jó, délen akkor ott van egy tiranda. Ó, nézd már, egy troll volt. Jó, viszont most már én is leadnám itt a pénzt, mert kezdi nagyon nyomni így a tárcámat. Nyomja a bukszámat. Nem mondod, hogy azt a rohadt élet, és ebbe beszorultunk. Jó, akkor vissza, ezt a pénzt nem lenne jó elbukni. Kicsit HP-t applikálok magamra, mert kell, szükségem van rá. Na jó,
úgy tűnik, hogy itt a másik csapat itt folyamatosan itt járőrözik rajtunk. 6 másodperc múlva az vissza. Oppá, oppá, egy tank. Na, hát az egy ingyen tank volt ott nekünk. Hányas szinten vagyok? 12, talán 13-as szinten már be tudok próbálni egyedül óriásokat is. Ó, és kezdődik megint a ládázás. Jó. Az ott nem jó. Gyere oda. Jó, kapsz egy olyat. Jó, lefagynak. Jó, el tud menekülni. ETC, remek. Jó, megmentettem a seggét. És oda befut. Ajjaj. Jó, viszont itt mi bukni fogjuk a tornyainkat, hogyha nem tűnünk el. És meghalt ETC. Istenem, de miért? De miért csináljátok? Én inkább megpróbálok Reggárral együtt mozogni, mert úgy tűnik, hogy annak több értelme van, meg az úgy még úgy nagyjából tud játszani. De ez az ETC, ez így most nagyon nyomorék volt, hogy nem futott el. Ráadásul most még egy percig nincsen végső képességem se. Ami hát nem túl kellemetes. Jó, Blizzard, ez egy kis... Igazándiból én úgy érzem, hogy Jaina azért nagyon jó így csapatban, mert ezekkel a képességeivel elsősorban így teret tud nyerni így a csapatunknak. Meg hát ugye Aue. Hát nem kell mondanom, hogy ez mennyire jól szokott működni. Hoppá, ott befagytak. Jó, lőjük le. Ott közben perzselődök. Na, a következő nagyobb lőtáv így a Blizzardnak. Jó, egy érmét zsákoltunk, és teljesen kiirtottuk szinte az ellenfél csapatát. Ketten maradtak meg. Ők is már menekülőre fogják, ahogy nézem. És már megint minket lő az a frányott torony. Jó, most akkor muszáj lesz ezt a kalózkapitányt lefizetni. Én most már tényleg megszabadulok ettől a sok aranytól, mert már itt nagyon nyomja a bukszámat. De hogy nézem, annyi arany van nálunk, hogy ez így két körre is elég lesz. Ja, 8-9... Ja, hát majdnem két körre elegendő. Anyád a bagyoddal. Jó, viszont most már tényleg egy kicsit így össze kell szedni magunkat, mert közben egy csúnya véget érünk. Na, hát akkor krittyó megvolt. Akkor menjünk szedni aranyat. Hogy elnézem, így eléggé jó. Visszajött megint ez az effekt, hogy így a névcédulája annak a hőstek, akinek már sok killje van, ott alul az így megint felperzselődik, vagy hát így ég, szó szerint. Hoppá. Hát ezt nem hiszem el, jó. Aue. Ha megjön, mindjárt itt lesznek egyébként szerintem a másik csapattól. Ja, jönnek is, jönnek is. Jó. Itt ezt a kettőt ki kéne kapni. Nagyon jó, nagyon jó. Jesszus. Jó, ezt túléltük. Nagyon jó hílek. Szuper. Ez az. Dől az XP. Nagyon jó, nagyon jó. Ezt itt szépen benéztük. És még az óriást is be tudjuk zsákolni. Na, hát akkor fordul a kucka. Jó, én mindig távolabb megyek. A Blizzardot viszont rossz helyre raktam. Jaj, de ne gyökerezz le, ne gyökerezz le, ezt elfelejtettem. Jó, akkor én most szégyen a futás, de hasznos, úgyhogy visszavonulót fújok. És megpróbálom itt a zsoldos sereget kiszedni. Aha. Oké. Okay. Jó, akkor én itt szépen hazateleportálok. És már tényleg egyre jobban lángol a nevem. Olyan büszke vagyok magamra, még sose játszottam ilyen jól ezzel a karakterrel. Jó, akkor jöhet egy harmadik ilyen jéges hullám. Ezzel a talenttel. És akkor tényleg egy nagy jó kis Aue mágus leszek. Hát végül is igen, a mágusokat főleg ezért is tartották a raidbe, hogy Aue-zzanak, mint a vadállat. Egy, kettő, három. Szuper. Ennek a Cone of Cold-nak is, amit látjátok, így megnöveltem így a hatósugarát. Tehát sokkal nagyobb területet szórok be vele. Ja, és most már ezeket az óriásokat szerintem egyedül is tudnám likvidálni. Azért Jaina, meg kell jegyezem, hogy elég törékeny, szóval nem vele fogunk tankolni semmit. Jó, ez is megvan. Na közben, hol van a csapatom? Ó, és még egy offenzíva, nagyon jó. Azt hiszem kiegyenlítettünk, mondhatjuk.
akár azt is. Mi a... És itt stunnol, nézd már oda. Jó, az a tankot megkapja magáét, nekem hol van a skillem? Jó, el kéne menni. Jó, ez az, jó, ez is ott van. A tank is meghalt, remek, az összes aranyukat elszedtük. Jó, hát én is ellőttem azért minden naftámat. Csak azért még időnként mellé kattintok, ami azért ezeknél az AOE-knél hát nagyon sokat számít, hogy a megfelelő helyre. Ha jól pozícionáljuk a sugarakat, meg a jégesőt, akkor gyakorlatilag azzal nagyban megkönnyíthetjük a csapatunknak a dolgát. Jó, mindenki leadja a pénzt. Hányan? Hárman haltak meg, úgyhogy... Ó, hát itt nagyon sok arany van. Jó, én is még öttel hozzájárulok a dologhoz. És tényleg már így szó szerint így lángol az egész HP csíkom. Na nézzük. Van. Ó, és újra arany ládikák. Jó. Na, hogy állunk? Ó, magasan én vezettem a csapatban így az XP listát, vagy az XP hozzájárulást. Hát nem magasan, de azért vezetem, na. Azért annak én mindig örülök, hogy legalább hasznos tagja vagyok a kis csapatomnak. Jó, most a tanknak kéne segíteni, hogy leadja itt az aranyat. Jó, még várjatok nekem ultit. Jó, Jaina ott előtte az övét. Ne, ez még stunnol is. Ó, a fenébe. Jó, én megyek vissza. Nem szeretném elveszíteni a csodálatos lángoló névtáblámat. Jó, gyerünk, töltődj vissza. Nagyon jó, oda, oda. Jó, ott lefagyott mindenki, nagyszerű. És meghaltam, a fene vigyel. Oh, az a rohadt tank alám lőtte azt a lávás töltetet, ezt. Ez így most nem jó. Ez nagyon nem volt jó. Lehet, hogy nekem se kellett volna túlvállalnom magam, de igazándiból... Ha nem rakom oda azt a rúnát, akkor lehet, hogy utolérték volna a csapatot. Bár igazándiból ez már nem sokat számít, mert így is legyaktak mindenkit. Ajaj. Na, de közben mi lőjük őket, szóval valaki itt még leadott pár érmét. Jó, visszatért a kapitány, kinél hány érme van? Az ellenfél csapat Jainájánál 10 darab érme van, hát ezt jó lenne levadászni. De valószínűleg most már ment is leadni. Legalábbis én ezt tenném a helyébe. Na jó, itt vagyok, megyek. Ott, kapjátok el. Menekül. Jó, most akkor így őrizni kell a kapitány, mert Jainánál nagyon sok lóvé van, amit így, hát jó lenne elszedni tőle. Jó, itt akkor várakozó pozícióban vagyunk. Jó, Jaina, nagyon... Ja, ez csak az egy arra... Nem, hol van? Leadták volna? Nem. Viszont nekem itt a rúna. Új, fat loot! Áj, ez de szép volt. Jó, és ezzel kirakom a végső talent fejlesztését, amivel egy második ilyen fagyrobbanást okoz a területen, miután már az első megvolt, és akkor azzal még egy rövid időre lekötöz néhány embert. Na, hát a kapitány nem sikerült kifizetnünk, egy arany híja, de szerintem ezt mindjárt elkérjük kölcsön itt a zsoldosoktól. Közben a másik csapat kamillázik, de ez most egy nagyon jó kis összetűzés volt ott. Tényleg valószínűleg tartom, hogy ennek köszönhetően nyerjük most meg ezt a mérkőzést. Jó, én itt szépen így elklubbolok a lovacskámon. Azt a rohadt! Azért ehhez tehetség kell, hogy így ezt a bagyot így keresztül vezesse az emberkén, de már pont leadta. Na mindegy, mi megyünk szépen vissza. Itt elvégeztünk mindent. A tank az miért marad? Nem jó az. Jó, ott ezeket a tornyokat lerombolja. Hoppá. Jó, a tankot nem kéne. Jó,
Ezt így megoldjuk, de ne arra menj, Jane, a drága. Jó, menjünk ott le délre segíteni. Opá, de itt viszont így támadnak, hello. Ajaj. Jó, nem támadnak, akkor visszavonulót fújtak. Közben tovább lőjük a tornyokat. Itt délen közben ETC-ek zsákolnak néhány zsoldost nekünk. A pirosak meg itt fölül. Jó, közben érkezik a tank. Jó, megyek nekik felmentést adni. Jó, próbáljuk meg ezt. Ez hogy betalált, jesszusom. Na most kapnak ott hideget, meleget. Jó, és még talán bele is fagynak. Jól van, helyes. Jó, közben én benne állok az AOE-ban. Jó, meneküljetek, meneküljetek. Jó, ott Tirandát. Jó, és már Sonja maradt egyedül az offenzívából. Őt meg szerintem így levadászik. Ott, na mindegy, ott már nem találd be sajnos a jégvarázslat. Jó, én akkor elmegyek egy kis HP-ért, aztán utána... hát azért a mi bázisunk is látott már szebb napokat. De akkor most kellene egy offenzívát indítani. Azért én tankolok egy kis HP-t, mert nehogy meglepjenek. Jó, hát így már a 21. szinten járunk, szóval mindenkinek elég sok HP-je van, relatíve. De hát ezzel párhuzamosan a sebzésünk is ugye megnőtt. Jó, Reggar szerintem ott elintézi a zsoldosokat. Én meg akkor ezekért megyek ninjázni néhány aranyat, és akkor szépen ez így meg is lesz. Jó. Egy-két arany, remek. És hát ezeket nem biztos, hogy most egyedül kéne bepróbálnom, főleg úgy, hogy már itt gyülekeznek a fellegek a fejem fölött így Trall és Jane a képében. Bár ha megvan az ulti képességem, akkor az még jó lehet. Na, vajon sikerül? Nem, elmegyek. Jobb félni, mint megijedni. Ráadásul a csapatom azok most éjszakon verik az óriást. Úgyhogy oda megyek, mert ott még bármi lehet mindjárt. Jó. Óriásunk megvan, remek. Na, viszont átvette a vezetést az egyik csapattárs, ami így XP tekintetében, hát most nem voltam annyira aktív. AOE-ben. Mekkorát sebzett az, jesszus. Jó, kell egy kis heal. Megyünk előre. Jó, akkor most egy mindent elsöprő támadást indítunk, óriásokkal, zsoldosokkal karöltve. Ezeket itt még jó lenne elninjázni. Gyerünk. Jó, kapnak egy jégesőt tőlem. Szeretettel. Jó, ezeket a zsoldosokat is zsákoltuk. Nagyon jó. Hát itt most óriásokkal megtámogatott zsoldos sereg érkezik, ráadásul mi is itt. Jó, fagyjál be, nem fagyod be, fenébe. Jó, hát itt próbálják az óriást így leverni. Jó, kapnak tőlem egy jégesőt még a fejükre. Most így minden erejükkel azon vannak, hogy az óriásunkat leverjék, és sikerült nekik így az utolsó pillanatban. Közben mi szépen leadjuk az érméket gőzerővel. Igazándiból, hogy állunk? Ja, itt még maradt egy bázisuk, úgyhogy azt még lelővi a kalóz kapitány. Ja, én meg bambulok. Jó, remélem nem bagyoz le Tiranda. Nem? Jó, akkor már csak egy érme hiányzik a sikerhez. Jó, ott hozza az érmét. Jó, opá! Jó, jégesőből kimaradunk. Júj, de szép. Jó, Sonja is megkapja szépen az AOE adagját. És közben Reggar leadja a két érmét, és ezzel valószínűleg meg is nyertük az ütközetet, ugyanis már csak Tirinda maradt, vagy hogy hívják, Tiranda maradt így a másik csapatból, az egész csapat az most lényegében pihizik. Mi meg akkor szerintem hozzákezdünk itt a bázis leamortizálásának. Vagy hozzákezdhetnénk. Feltéve. Jó, segítek szerintem itt a zsoldosainknak előre nyomulni.
mindjárt magukhoz térnek egyébként az ellenfél csapatából az emberek, de hát addig is legalább sorozzuk őket meg, amennyire tudjuk. Jó, pajzsok len, itt az ostromgépek mindjárt szépen felprédálják itt az egész kompániát. Jó, én meg akkor húzom el a csíkot. Ó, itt a tank. Jó, 60%. Jó, most próbálják itt megoldani a dolgot, de hát, ha igazat megvalva, ha mindannyian jöttünk volna, most szerintem leverhettük volna a főépületüket, míg felélednek, de nem így történt. Viszont hozunk néhány zsoldost. Ja, elvesztettük a tankot. Hát most kell nagyon odafigyelni, mert ha most így elkönnyelműsködjük a dolgot és meghalunk mind, akkor a másik csapat még, hogyha van elég lélek jelenléte, akkor egyetlen egy nagy nyomás alatt így leverheti a főépületünket. Na, megpróbálok reggárral együtt maradni. Van ultim is, úgyhogy azzal nem lesz probléma. Hoppá, itt visszavonulót kell fújni. Ott van Len Jaina. Hoppá, és jönnek utánunk. Ne, reggel vigyázz! Jó, kapjon meg mindenki mindent. Jesszus! Erről beszéltem. Jó, hát a két hőst azt kinyírtunk, de viszont mi meg hárman haltunk a folyamat közben. ETC-nek el kéne takarodnia gyorsan. Jó. Ezt hogy csinálta? Teleportált? Vagy mi volt ez? Jó, mindegy, most már el tud menekülni, és viszi magával a drága aranyat. Ha azt a 9 aranyat leadja, akkor nyerünk. De viszont északról jönnek a zsoldosok, és hát ez a főépület látott már szebb napokat is. Jó, próbálja Jaina megállítani. De itt vannak már. És ilyen polip csáp szakájuk van, tök durva. Jó, innen is jönnek szemből is. Közben itt ETC ne vagánykodjon a 9 arannyal, mert akkor az a meccsünkbe kerülhet. És hát most már így lassan 30 percnél járunk, szóval nem örülnék neki túlságosan, ha most buknánk be, azért mert itt vagánykodik a tankunk. Mármint, hogy a tankunk, és nem a valós fizikai tankunk. Na. Jó, megjöttünk. Végre. Óriások minden irányból. Na, akkor most egy jól összeszedett aranyleadás, és akkor megnyerjük ezt az ütközetet. A kalózkapitány meg szétlövi ezt az egész miskulanciát. Jó, még 6 másodperc és lesz ultim, de ETC, add le azt az aranyat, hogy ég áldjon meg téged, jó ember, vagy tehén, vagy mi vagy már. Jó, ott szépen. Hát ez nem jött össze. Tudod, kit galambozzá? Jó, tralt. Ó, ki onnan? Isten. Köszönjük, ETC. Tényleg, köszönjük szépen. Ez az ember miért nem volt képes leadni azt a tetves aranyat? Jó, hát ez most így nem túl rózsás. Tényleg, azt a kettőt öljétek már meg. Gyerünk! Ez az egyik meghalt! Gyerünk oda, menjél érte! És már megint Jaina ül az aranyon. Jó, azt öljük meg! Gyerünk, reggár, valamit küldjél bele! Tök mindegy, hogy mit, valamit, bármit, ott a rigóról, te tudsz oda vetődni, ahova akarsz. Jó, akkor adjatok le aranyakat, de a tank is miért ilyen hikomat módban megy? Jesszusom, itt most senki sincs magánál, vagy mi történik? És közben az egész csapat az ott kamillázik, szóval nekünk elegendő lenne 5 aranyat leadni, amiből tényleg itt van a ládában, úgyhogy gyerünk már. Reggár, mentsd meg a napot. Na végre. Hála Isten, hú. Ez azért idegtépő tud lenni. Jó, és akkor ezzel szerintem meg is nyertük. A kapitány széjjel lövi a főépületüket. Innentől kezdve igazániból már történhet bármi. Nyert ügyünk van. Jó, és a főépület az utolsó ágyú lövéseket kapja.
ez egy GG-t megérdemel. Én pedig akkor köszönöm szépen a figyelmet, hát ez egy elég epikus 30 perces mérkőzés volt, néhány másodperc hiány. Én pedig akkor ezzel búcsúzom, ő volt Jaina Proudmoore, egy mágus DPS AOE hős, szerintem jó pofa ő is. Legyetek jók, sziasztok! Ó, és kaptam 2000 aranyat, na akkor vásárolunk, összejött a 10 000.